A jelenleg legjobban fizetett férfi színész Hollywoodban Robert Downey Jr., aki 2013-ban is felöltötte magára a páncélruhát, bemutatták ugyanis a Vasember 3-at a mozikban. Leonardo DiCaprio-nak is elég jól sikerült az év. 3 film is elkészült a főszereplésével. Quentin Tarantino Django elszabadulja, a Nagy Gatsby Baz Luhrmanntől és a Wall Street farkasa Martin Scorsese rendezésében. Ron Howard moziát, a Hajszal győzelemért című filmet nem csak a Forma 1 rajongók szerették. A közönség nem csak a motorok zúgásában gyönyörködhetett, hanem pompás küzdelmet is láthatott két férfi, két sportoló között. De az európai alkotók sem tétlenkedtek 2013-ban. Cannes-ban idén az Adél élete című francia film vitte el az aranypálmát. Paolo Sorrentino elkészítette a Nagy Szépség című filmjét, amelyet elhalmoztak európai filmdíjakkal. Az Örök Várost, Rómát és Fellini édes életét emlegetik az alkotással kapcsolatban. Sokan mondják azt, hogy Thomas Vinterberg filmtörténetet írt a pedofiliával tévesen megvádolt óvóbácsi drámájával. A Vadászat című dán film Cannes-ban 3 díjat is nyert, és esélyes lehet a legjobb külföldi film Oscar díjára. De nem csak ez az alkotás került be a 9 Oscar esélyes idegen nyelvű film közé, egy magyar alkotást is beválogattak, Szász János a Nagy Füzet című filmjét. Hogy bekerül-e az 5 végső jelölt közé is, január 16-án hozzák nyilvánosságra.